Azt kell tudni rólam, hogy tőzsgyökeres budaörsi lakos vagyok, és nagy kötődésem van a városhoz. Szeretem a városomat, szeretek ebbe a városba élni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint szeptember 2-án az idén kezdtem meg a Herman Otto általános iskolában a 40. tanévemet. Én gyalog járok a városba, úgyhogy ebből kifolyólag nagyon-nagyon sok emberrel találkozom, és természetesen van fogadóórám, illetve telefonon is megkeresnek, és ha itt megyünk A pontból B pontba a lakótelepen, mert ugye tanítok a Herman Otto általános iskolába és a Bleier Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolába is, tehát óhatatlan, hogy találkozok emberekkel, és hogyha valami gondjuk, problémájuk van, természetesen azt mondják. Én azt gondolom, hogy ebben a körzetben jó a kapcsolattartásom az itt élőkkel. Szigorúan ezt a választókerületet tekintve, mit sikerült megvalósítani az 5 évvel ezelőtti elképzeléseiből? 2014-ben valami példaértékű dolog történt Budaörsön, mert gyakorlatilag a Budaörs Fejlődésére Egyesület mind a 10 körzetet megnyerte. Mi tudtuk akkor ezt, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy felelősség lesz, úgyhogy mi úgy készítettük el az 5 éves ciklusunkat, hogy azok a legfontosabb fejlesztések, amiket mi szeretnénk megvalósítani a városba, azok városi szinten, illetve a körzetbe is valósuljanak meg. Összességében ebben a választási ciklusban közel 16,7 milliárd forintnyi beruházás történt az egész városba, és természetesen nagyon-nagyon sok minden épült. Itt az én választókörzetemben, amit én megígértem 2014-ben, én azt gondolom, hogy azt teljesítettük, és természetesen hát túl is vállaltuk még, mert hát plusz olyan fejlesztések, beruházások történtek meg, amik gyakorlatilag úgy kellett, hogy legyen, mert ugye hát mi eltervezünk valamit 5 évre, de hogyha van egy vízmajor helyzet, hogy valamibe bele kell nyúlni, és valamit meg kell tenni, meg kell csinálni, akkor persze természetesen azt megcsináljuk. És volt egy kérdése önnek, hogy miért pont itt? Egyrészt nagyon szeretek itt lenni, mert nagyon büszke vagyok erre a szabadidőparkra, ami szerintem példaértékű, és szerintem a 21. század összes kihívásának megfelel. Nap mint nap járok el, mert járok át a Herman Otto iskolából a Bleierbe, a Bleierből jövök át ide. Ha van egy kis időm, nagyon szívesen ülök le itt a parkba, és akkor átgondolom a dolgaimat, illetve ha van valami telefonos ügyintézésem, akkor ezt megteszem. Komoly előzménye van ennek a parknak, mert akkor, amikor ez a parkot megterveztük, akkor nagyon, de nagyon kemény ellenállás volt az itt lakók részéről, és ugye itt mellette, itt tőlünk balra, megépítettünk egy kutyafuttatót is. Nagyon, de nagyon sok mellette ellene, de végül a park elkészült, és utána mindenki látta, hogy ez egy élhető dolog, és nagyon sokan keresik föl. Érdekes módon a kutyák se zavarják az itt lakókat, úgyhogy azok a félelmek, amik akkor voltak és hangot adtak az állampolgárok, azok gyakorlatilag mára nincsenek. Én elhoztam ide egy kedves ismerősömet, aki külföldi, és akkor pont akkor jöttünk el, amikor épp a BTG Kft. Megcsinálta itt a fűkaszálást, és lejöttem és megmutattam neki. És ő külföldön él, és tátotta a száját, és azt mondta, hogy ez igen, ezt még mi is elfogadnánk külföldön. Tehát a válaszom azért, mert én szeretem választókörzetemnek ezt a részét. Ezzel párhuzamosan a Herman Otto általános iskola sportudvarán megalkottunk egy felnőtt fitness játszóteret. Nagyon, de nagyon örülök, hogy ez a kezdeményezés ez tőlem jött, de nem én találtam ki. Tehát egy kedves barátom hívta rá a figyelmet, és akkor vettük a fáradtságot, és elmentünk Budapestre, és megnéztünk többet, hogy ott hogy működik. És szándékosan nem mondom a helyet, leültünk, és vártunk, hogy jöjjenek ki, és használják. És egyszer csak megjelent két nyugdíjas néni, de úgymond harisnyába, szoknyába, fogták, letették a padra a cuccaikat, fölálltak egyszerre, és egy 10-15 percet mozogtak, és közben beszélgettek egymással. Nagyon jó volt látni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a sportlétesítmény, ami itt van a Hermannak az udvarán, ez már több mint 10 éves, de az önkormányzatnak akkoriban ez az egyik legjobb döntése volt, hogy ezt itt megtette. És az is egy nagyon jó dolog volt a sportolni vágyó lakosság számára, ezt a felnőtt fitness parkot is átadtuk. Én mivel nagyon sokat közlekedek, és én gyalog közlekedek, hát nyáron, tavasszal, hát volt, hogy itt elsétáltam, itt legalább 100-150 ember volt, aki vagy futott, vagy kosárlabdázott, vagy használta a gépeket. Tehát ez egy nagy közösségi erőt tud formálni.
Milyen egyéb beruházásokra került még sor ebben a körzetben, hiszen a 16,5 milliárdból azért futotta erre-arra. Futotta erre is. Csak így egy pár dolgot hadd soroljak föl. Megújultak a lakótelepi utcák, járdák, parkolók, ez a Patkó utca 3-5-7-ben. Megtörtént a Patkó utca 9 előtt a játszótér akadálymentesítése. A Szabadságúti OTP házak megkapták a teljes szigetelésüket. Kutyafuttatókat létesítettünk a lakótelepen, itt a 7-es választókörzetben 2 is, egyet itt a park mellett, egyet pedig a Lévai utcában. Folyamatosan karban tartottuk a közvilágításunkat, és illetve ezt a szabadidőparkot adtuk át. A következő évben szintén egy kiemelt nagy beruházásunk volt a Csillagfürtolvoda teljes felújítása, és most csak erről arról beszélek, ami itt a körzetben történt. Akkor felújítottuk a Herman iskolának a futópályáját, Ifjúság utcában, itt mellettünk lévő van egy nagy parkoló, 92 darab parkolónak a teljes felújítását tettük meg. Lévai utcába kutyafuttatót létesítettünk, Patkó utcába járdákat építettünk, újítottunk föl. A Blejer iskolába az új játszóudvar került kialakításra. A körzetben lévő intézmények, bölcsödék, iskolák felújítása is megtörtént. Az önkormányzat minden évben egy közel 200-250 millió forintot különít el a költségvetésébe, hogy ezek az intézményekben ezek a javítások, fejlesztések megtörténjenek. Az én körzetemben, ami ilyen létesítmények vannak, azok mindezt megtették. Kiírtunk egy pályázatot a lakótelepi társasházakra, és 2016-ban 4 társasház nyert ezen a pályázaton 1 millió forintot. Ezeket főleg ilyen elektromos javításokra költötték. Megcsináltuk a Patkó utca 1-es szám alatti található felső parkolókat. Patkó utca 1 társasháznak az északi oldalán volt egy beszakadt útjavítás, azt is megcsináltuk. Teljes hosszában felújítottuk a Lévai utcában lévő parkolókat, és megcsináltuk a Mákszám óvodának a tetőszigetelését is. És egy fontos dolog, hogy a Szabadságút mellett az önkormányzattal szemben a 4 emeletes társasházakban teljes csatorna felújítás volt, emellett ugye sorra kerülhetett is a útfelújításra is. Azt kell tudni, hogy nagyon nagy projekt volt, beruházás volt még az Árpádi utcai iskolának az átadása. Tettük ezt úgy, hogy ez egy nagyon, de nagyon régi ígéretünk azoknak, akik ott dolgoznak és ott vannak. Tudva lévő, hogy ez a Blejer Jakab német nemzetiségi általános iskola tagovodája, és hátrányos, nagyon hátrányos helyzetű gyerekek járnak oda, akik normális iskolai életben nem képesek, nem tudnak a maguk módján fejlődni. Tisztelet az ott tanító és ott lévő pedagógusoknak, és azt gondolom, hogy mi tudtuk azt, hogy már a következő évben az állam el fogja vonni az intézményeinket, belevértve itt az iskolákat, illetve a gimnáziumot, de mi ezt fontosnak tartottuk. Ennek tudatában, hogy el fog kerülni tőlünk, hogy ezt megcsináljuk. 2018-ban a Lévai utcának a 29-nél a járdafelújítás történt meg, a Patkó utca 1 szám melletti szelektív hulladékszigetet kerítettük be, mert muszáj volt bekeríteni, mert kaotikus állapotok voltak. Ebben a ciklusban átadtuk a nyugdíjas otthont a főutcán. Egy nagyon komoly projektet nyert, egy pályázatot nyert az önkormányzat közel 1,6 milliárd forint értékben. Ez az úgynevezett Békisz projekt, amiben gyakorlatilag teljes szennyvíz csatornarendszer csere történt meg a városnak több utcájában. Természetesen egyetértettünk abban, hogy ha ezeket megcsináljuk, akkor faltól falig az utcákat is felújítjuk. És nagyon sok utca, ilyen volt például a Fodros utca is, és mellette legalább volt vagy 5 vagy 6 utca, amit szintén felújított az önkormányzat. Volt egy pályázat, amit nyertünk, ez egy energetikai pályázat volt, ami arra adott lehetőséget, hogy a Herman Otto általános iskolába és a Keser Csaba általános iskolában napkollektorokat tudjunk elhelyezni. Ez is nagyon időzítő volt, nagyon örült mindenki. Az idei évben 2 nagy beruházás van még, amivel még kifutóba vagyunk. Az egyik a Kamarerdőbe az idősek otthona, ami feltehetően szerintem határidőre kész lesz, és azt megígértük, hogy újjá fogjuk alakítani a buszvégállomást, aminek novemberben lesz az átadása. Én azt gondolom, hogy nagyon, de nagyon sok minden történt
a körzetben, a városban is, de akkor, amikor szembesültünk avval, hogy az állam gyakorlatilag 2,3 milliárd forintos elvonásra sújtja a várost, akkor onnantól kezdve azért egy picit óvatosan terveztünk. De én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a 16,7 milliárd forintot, ezt be tudtok építeni a városunkban. Olyan sok mindent sorolt fel, hogy nem is tudom, hogy mi maradt a következő ciklusra, de a teljesség igénye nélkül csak 3-4 pontban mi az, ami a következő 5 évben vár ebben a körzetben fejlesztés? Ami nagyon, de nagyon fontos itt a lakótelepen, ebbe a választókörzetben, meg a lakótelep másik részén, ahol Bíró Gyula képviselőtársam a képviselő, fel kell újítanunk mindenféleképpen a fűtésrendszert. Látható egyébként, hogy bele kell nyúlni a rendszerbe, mert nagyon, de nagyon rossz állapotban van, és hát ez történt a Patkó utcában is, hogy hát persze elnézést kérünk az itt lakóktól, de muszáj volt belenyúlni, mert teljesen szétment a fűtésrendszer. Benne vagyunk egy országos pályázatban, aminek a közbeszerzése nem rajtunk múlik, hogyha ez a közbeszerzést ezt kiírják. Mi minden évben a költségvetésünkbe elkülönítettük azt a pénzt, aminek elég kell, hogy legyen az ön részére. Ami nagyon, ez a legfontosabb. Ami még nagyon fontos, hogy van a Patkó utca 9-nél egy játszótér, illetve a Lévai utca és az Ifjúság utca között még egy nagy játszótér. Ezt a két játszóteret mindenféleképpen szeretném, hogyha ez megújulna. Természetesen fogjuk továbbra is nézni azokat a járdafelületeket, útfelületeket, amiket fel kell újítani. És ami nagyon fontos még, szembe kell néznünk azzal, hogy új parkolóhelyeket kell létesíteni. Ezúttal szeretném kérni a budaörsieket, akik nézik ezt a műsort, hogy október 13-án, hogyha elmennek választani, szavazzanak Wittinkoff Tamás polgármesterre, szavazzanak a 7-es körzetbe Stift Nándorra, és a város többi körzetében a Budaörs Fejlődésért Egyesületnek a jelöltjeire, hogy ezt a munkát, amit elkezdtünk tenni, csinálni, folytatni tudjuk.